Gyerekek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Immáron 5. alkalommal megrendezett Vince Ferenc szólótánc verseny. Nagyon egy kis türelmet és figyelmet kérek ott hátul. Tudom, hogy mindenki izgult. Nagy öröm ez számunkra, hogy a vasi táncanya ilyen módon örökítődik át, ahogy mi mondjuk. De ez azoknak köszönhető, akik ezt oktatják. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és egy nagy tapsot szeretnék kérni azoknak a néptánc oktatóknak, akik ezt tovább örökítik, és átadják a következő generációt. Az is nagy öröm, hogy már a soproni országos szólótánc versenyen a vasi tánc anyag, most már másodízben is, ha jól emlékszem, kötelező táncanyaggá tudott válni. Ez egy külön értéke, azt gondolom, annak a munkának ebben a megyében. Elsőként fölkérem Vodorkos Ferenc polgármester urat, mondjon pár szót. Nyissa meg a megyet! Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kedves gyerekek! Tényleg örömmel szolgál ennek a rendezvénynek a megnyitása, hisz ez a rendezvény valamilyen szinten a magyarságunkról is szól. Amint az előbb elmondta, hogy köszöni vagy köszönti a tanárokat, akik ezt a tudásanyagot tovább örökítik, tovább örökítették, de nagy megtiszteltetés számomra, hogy most itt köszönhetem azokat a gyerekeket, akik őseink, apáink, nagyapáink, dédapáink táncát tulajdonképpen bemutatják. Mint bizonyára tudják, hogy egy tünkösdi igazságok keretébe kerül megrendezésre ez a verseny. Én azt mondom, az egyik főrendezvénye a Vince Ferenc szólóverseny, főrendezvénye a Gencsi Söpű, a többi az mind mellékszereplő, úgy a Ruzsa Magdi, az Ocsú Macsú és a többiek. De hogyha itt a teremben körülnézek, azért valaki hiányzik közülünk. Lélekben biztos velünk van. Antal Laci bácsi, aki mint tudják elköltözött, aki nincs itt a zsűriben, nincs itt közöttünk. Én arra kérem majd Albin, a régi tanítvány, hogy Laci bácsiról emlékezzen meg. Én kívánok a mai naphoz önöknek jó szórakozást, jó versengést, az Isten hozta önöket, érezzék jó magukat. Valóban nem nehezen lehet most a mondat. Antal László Tóni bácsi, 22 éve megy a Gencsi Söprű, 20 alkalommal volt a zsűri tagja. Minden Vince Ferenc szólótánc versenyen részt vett, mint zsűritag. Ő volt a kontinuitás a mi rendezvényünkben, hiszen átlátta ez alatt az időszak alatt, a többi évtized alatt, milyen munka folyik Vas megyében, a régióban, és főleg a vasi táncokkal. Minden egyes rendezvényen, ami néptáncos, népművészeti rendezvény volt az elmúlt időszakban, megemlékeztünk külön is Tóni bácsiról. Most leginkább a gyermekeknek mondom, akik remélem azért találkoztatok vele. Róla olvasható, itt láttátok a fotóját is, róla olvasható. Pár gyönyörű szép gondolat, ahogy a Szivárvány Fesztiválon ezt láttátok a múlt hétvégén is. Én most nagyon megkérem Tanai Erzsébetet, kollégámat, népdalénekest, a Vasi Népdal Stúdió művészeti vezetőit, hogy egy dallal emlékezzünk közösen. Somogyi dallal. Bújnak a felegek, Somogy megye felül. Sokat gondolkoztam a soraink felül. Sokat gondolkoztam a régi atyákról. Ebbe világon való sok bújdosásinkról. Sokat
biztos, hogy velünk van, Tóni bácsi. És itt van velünk egész nap, meg holnap is velünk egész. No, de az öröm, hogy 41 produkció, 76 szólista szerepel ma itt ezen a színpadon. Remélem, hogy nem azzal a versennyel, hanem azzal, hogy bemutatja azt a tánc kincset, amivel ő már rendelkezik. Úgyhogy át is adom szót majd Vikinek, szépen mondja sorba, bemutatja a zsűri, a zenekar. Itt vagyok. Amit ott vagy? Igen. Nem. Először csak egy pár ilyen technikai információ. Közvetlenül a verseny vége, tehát véget ér a verseny, utána minden résztvevőt és felkészítő tanár várunk egy ebédre, ami majd itt berendezzük és itt lehet elfogyasztani. Utána természetesen a zsűrit is. Utána a zsűri visszavonult. Erre az időre kézművesek jönnek, a gyerekek kézműveskedhetnek, fajátékokat már látjuk, birtokba vették a művelődési ház előtt, tehát itt el lehet tölteni az időt. Körülbelül 2 órára tervezzük az eredményhirdetést, és hát utána pedig mindenki akkor véget ér ez a nap, és lehet kimenni a rendezvény sátorba, folytatódhat a mai este is. Akkor most szeretném bemutatni a zsűrit. Németh Ildikó a zsűri elnöke, még táncpedagógus, koreográfus, az Állami Népi Együttes örökös tagja, harangozó díjas művész. Szabó Szilárd, táncművész, néptáncpedagógus, koreográfus. És Halkakast István, néptáncpedagógus, koreográfus, örökös alapság. Ma is, mint eddig minden alkalommal, a Bogya Népzenei Együttes kíséri a versenyzők. Jó versenyzést kívánunk mindenkinek, és akkor szerintem kezdjük is. Illetve azt szeretném még kérni, hogy a produkciók alap a tapsolást azt mellőzzük a gyermekek érdekében. Természetesen a produkciók között nagy tapsal lehet biztatni őket és gratulálni nekik. Köszönjük szépen! Az első versenyző párosunk következik, Szabó Tamara, Őri Orsolya. Ugrós és Frisscsárdás fognak táncolni. Thank you.
Jelentkezik Molnár Gabriella, kísérőpartnere Milos Dávid, lassú és friss csárdás. Következik Badics Dóra, Pala Renáta, ugrós és friss csárdás táncol. Rózsa néni! Thank you.
következik Varga Zsófia Iker Detre, lassú és friss csárdás táncol. Húzd rá! Gadányi Anna, kántor Kata Judit, lassú és friss csárdás. Rózsa néni, csárdás! Thank you.
Következik Andor László, Gencsi söprűtánc és bableves csárdás táncol. Hurrá! Kozsdai Nóra, kísérője Kovács Noé, ugrós és friss csárdás táncol. Ugrok! Thank you.
következik Tóth Adrien, Pothár László, lassú és friss csárdás. Következik Marton Barnabás, Somogyi Sára, ugrós és friss csárdás táncolnak. Ugrós! Thank you.
Következik Tóth Bianca, Tóth András, lassú, friss, csárdás és ugrós. Csárdás! Johanna, Móricz, Gergely, lassú és friss. Thank you.
Következik Németh Barnabás, Gencsi Kanásznál. Büki Lassú és Friss Csárdás. Simon Boróka Mária, Meskó Csépány Krisztián, Ugrós és Friss Csárdás. Ugró!
Szabó, Csenge, Szöllősi, Bence, lassú és friss csárdás lett. Adél, Kovács, Anna, lassú és friss csárdás.
Fej, réka, fehér, levente, gencsapát, lassú és friss csárdást. Húzzá! Anna Blanka és Nagy Gergely, ugros és friss csárdás. Thank you.
érkezik Kovács Noé, Kanász és Büki Ben. Bence László, Gencsi Söprű táncok. Söprűs! Következik Horváth Boróka, Nagy Gergely, Lassú és Friss Csárdás tánc. Csárdás! Csárdás!
következik Posgai Laura, Kovács Kornél, Nemes Koltai Lassú és Friss Csárdással. Következik Meskó Csépány Anna, Zsankó Gréta, Ugrós és Friss Csárdás. Amikor én kislány voltam, megtojással egyszer gyújtam tyuhájna. Muzsika szemnek hallottam, szótalanul beállottam tyuhájna. Muzsika szemnek hallottam, szótalanul beállottam tyuhájna. Thank you.
Érkezik Szűcs Gábor István, Gencsi Kanásztán. Kelly Victoria, Tóth Nimród, ugrós táncolnak. Boldizsár, ugrós és kiscserde. Thank you.
Barbacsics Vera, Mesterházi Tamás, Lassó és Kriscsendás. Thank you.
érkezik Várkony Kata, kíséri Németh Barnabás, Ugrós és Pistárdás. Lassú és kis csárdás.
Következik Szabó Veronika, kíséri Kristóf Tamás, Gencsapáti Lassú és Friss Csándás. Koltai Lassú és Kis Csárdás. Thank you.
Szobor László, Göncsapáti Lassó és Friss Csárdás. Csárdás. Varga Zselke Réka és Víg Zsolt, Lassó és Friss Csárdás. Thank you.
Jelentkezik Mészáros Eszter, Németh Dávid, Gencsapáti Lassó és Kis Csárdás. Zsófia, Bődi, Áron, Ugrós és Friss Csárdás. Gellért, Ugrós Pálca.
Ugrós és friss csábes. Hajmási Barnabás, Gencsi Söprütán. Seprűs! Köszönöm.
következik Horváth Viola Karolina, Horváth Bianca Sára, ugrós kantban. Blanka, Dolgos Petra, ugrós és friss csárdás.
Hölgyeim és uraim, tehát akkor most egy rövid ottani átrendezés követően, mert ott vannak az asztalaink hátul,